2020-ban a járvány miatt nem tudták megszervezni Ászárokszállás egyik legnépszerűbb programsorozatát, az Árokszállási téli esték esemény sorát. A helybéliek úgy készülnek, hogy az idei rendezvényeket már megtarthatják. A tavalyi év a vírus helyzet miatt ugye kimaradt, látható volt, hogy novemberben mindent lezártak. Az idei évben már a tavaszi nyári időszakban a közönség kérdezte, hogy lesz-e már az idei évben adventi téli esték programsorozat Jászárokszálláson, és így van, a terveink között szerepel ezt a programsorozatot az idei adventi időszakban megtartani itt Jászárokszálláson. A programokat a város civil közösségei, az önkormányzat, a katolikus egyház, a helyi oktatási intézmények és a művelődési ház munkatársai szervezik. Belsőséges programok, beszélgetések, zenei csemegék várják a közönséget ebben az időszakban elég sűrűn, amelyek miatt ennyire népszerű. Azt gondolom, hogy a leginkább várt sztár vendégnek mondott fellépés, amit a legtöbben várnak, bízom benne, hogy az idei évben is megtartható lesz. Erre december 21-én kerül sor a tervek szerint az Árokszállási Barokk Szent Háromság templomban. Ez Zséda és zenekarának adventi koncertje lesz. A programok gerincét azonban a helyi közösségek, művészeti csoportok bemutatói, ünnepváró programjai adják majd. Adventi koncertek, táncgála, a helyi színjátszók fellépése, adventi vásár és élő Betlehem várja majd idén is a résztvevőket. Ez utóbbi idén már háromnaposra bővül december 12-e és 14-e között. Az ünnepi díszkivilágítás fényeiben advent első vasárnapjától egészen vízkeresztig gyönyörködhetnek majd a város lakói és az ideérkezők.